rúgós hangszereket Gera Attila, tangó harmonika Pál Lajos, népi ének Pál Eszter, a hegedűt azt jó magam, de én már nem jövök fel, itt maradtam. És a néptántok oktatóink azok egy másik fesztiválon vannak, de név szerint is megindíteném őket. Juhász Attila és Juhász Veronika, és Fundák Kaszai Lili és Fundák Kristóf. Akit, annyit javítanék csak a konferenzba, hogy nem a Magyarság háza, hanem a Hagyományok háza volt az a társszervezet, aki karöltve a Prokultúra Szubkárpátikával megrendezte az eseményt. A Beregszászi Főiskola adott helyszínt, hogy ott muzsikálhassunk minden hónapban, és engedjék meg, hogy színpadra hívjam a koordinátorát az egész mesterképzésnek, édesanyámat, Pál Katalint, és a két társ rendezők, akik át fogják adni az okleveleket, Kudlatyák Krisztinát, a Prokultúra Szubkárpátika vezetőjét, és egyébként egész napunknak, hogy szép legyen, ő volt a rendezője, és Kelemen László barátomat, a Hagyományok háza főigazgatóját. Szeretettel köszöntöm mindenkit, és hát örömmel látjuk, hogy ezen a színpadon fellépő zenekarok, táncosok már a mesterképzésből nőttek ki. Mindenkinek ilyen akkor saját zenekara, saját énekese, saját táncospára. És a jövőben az a tervünk, hogy a következő népzenei táborban, a táncházakban, hogy ne terheljük mindig csak a Szalonna Bandát, minden este egy-egy kárpátaljai zenekar vezeti majd a táncházat. Idén egy-egy táncos pár vezett, akik már szintén itt nevelkedtek. Hogy ne 150 embernek osszuk ki itt most az oklevelet, így szekciónként osszuk ki, és akkor én megkérem az oktatókat, először is a harmonikás szekció vezetőjét, hogy adja át az oklevelet Ivascsuk Andrásnak, aki a Técsői Zeneiskola igazgatója. Szekcióban Lement Ivánnak adjuk át az oklevelet. Most ment le a színpadon, de nem jön vissza. A brácsások közül Szabla Krisztián veheti át. Bőgösök közül Tóth Sándor. A fogósok közül Csele Réka. Az énekeseknél egy leányzónak minden évben eltévesztettük a nevét, így most 3 évre visszamenőleg megkapja az oklevelét Gerber Angelika. A többi kedves résztvevőnek a műsor után a színfalak mögött átadom az okleveleket. Bocsánat, maradt, igen, a táncosok ugye elmentek, de azért nekik is átadjuk az oklevelet. Volt egy táncos pár, akik Felvidékről minden alkalommal 800 kilométert utaztak a saját költségen, hogy részt vehessenek ezen a képzésen. Így hát Kudlatyák Krisztián és Kelemen László Topor Pál Juditnak és Topor Ferencnek adja át az oklevelet. És a többiek pedig akkor átvehetik a műsor után, és akkor következzen a műsor.
három összeállítással készültünk itt a mai délután. Először egy kis klarinét muzsika, utána egy kis párogató muzsika, és a végén pedig a mesterképzés tananyaga, a Vajda Szent Iványi muzsika és ének és tánc fog megszólalni. Fogadják nagyon nagy szeretettel!